Üdvözlök mindenkit, Necrotrim vagyok. Úgy látszik, srácok, Antem nem akar lekerülni a hír listákról. Hát úgy néz ki jelen pillanatban, hogy ugye az Antemet elhagyta a lead producer. Ez azért eléggé um, nagy hír, vagy mégse. Elment a lead producer. Na és akkor mi van? Na most ugye egy, egy cégben, mint a BioWare, a lead producer elmegy, az azt jelenti, hogy elmegy egy olyan fényes, aki gyakorlatilag összefogja a csapatot, és a víziót, amit kinéztek egy adott játékra, azt a víziót nem engedi elmenni, és a csapatot azt egy irányba tartja, és azon Uh, vízió felé uh, igyekszik terelni. Na most az Antem víziója fantasztikus volt, azt meg kell hagyni. Uh, de a kivitelezése már nem olyan lett, mint amilyen. Ebből a szempontból vézve talán nem is baj, hogy elmegy a Lead producer, de mit jelent ez az Antem jövőjére nézve? Jelen pillanatban még nincs um, helyettese ennek a lead producernek, de mi van, Tudod, miért megy el, ugye elmenekül esetleg? Vagy az ié azt mondta, hogy te vagy a felelős, ez szevasz. A lényeg az, hogy Twitteren kiadott egy közleményt, hogy ő nagyon boldog volt, ugye a szokásos szöveg, nagyon boldog volt, hogy a BioWernek dolgozhatott, és az Antem az egy nagyon jó kezekben van, és sok sikert kíván a csapatának, de ő lelépett egy másik céghez, ahol egy másik nagyon jó játékot fog fejleszteni, vagy lesz érte felelős. Na most, beszélgessünk erről egy kicsit, erről az Antem sikertelenségről, egy kicsit, hogy azért tisztában legyünk a számokkal, mit teljesített az Antem, és esetlegesen tényleg jó kezekben lehet-e, ami a jövőt illeti, vagy mégsem. Ez itt természetesen részemről egy kis spekuláció, lesz keveredve némi munkatapasztalata, mondhatni így, hogy én is egy hatalmas nagy világméretű cégnek dolgozok, és a dolgok, ahogy működnek ezen a cégen belül, mondhatni, hogy van némi hasonlóság, ahogy mondjuk egy ilyen méretű cég működik azon belül. Szóval, tekintve azt, hogy elment a lead producer, annak több oka lehet. Lehet azért tényleg, mert úgy érezte, hogy az Antem az egy fél játék lesz, és inkább elhagyta a süllyedő hajó, de, de legyünk itt őszinték, az Antem nem egy süllyedő hajó, az már egy elsüllyedt hajó. Szóval, hogy őszinték a lead producernek a, az, hogy ő elhagyta a céget, az nem feltétlenül azért lehet, mert hogy az Antem az egy elsüllyedt, vagy éppen egy süllyedő hajó. Meges lett, hogy azért, mert a BioWare már nem az a csapat, ami régen volt, és, és azért ment el leginkább. Akármilyen céghez is ment, vagy, vagy akármilyen interjún kellett átmenjen ahhoz, hogy megkapja az új pozícióját az új cégnél, mindenképpen úgy gondolom, hogy az, amit azok a játékok, amik a BioWare, készített, és ez az illető ugye részt vett ezeknek a játékoknak a készítésében, mindegyik hatalmas név és hatalmas Uh, hogy is mondjam, reputációval rendelkeznek, ha arra kerül a sor, hogy az ember esetleg váltson egy másik céghez. Uh, ebből a szempontból. Pillanatban a médiából folyamatosan az folyik, hogy az Antem sikertelen, az Antemet elhagyta a játékos bázis. De ugye kiadó részről nincs adat arról, hogy hányan játszanak az Antemmel világszerte naponta, viszont ugye, hogyha az ember követi a Twitch-et, erről beszélt a másik videóban, és akkor láthatja, hogy az Antem nem túl népszerű, kb. százon nézik, ha nézik naponta az egész játékot, viszont hogy mennyien játszanak valójában vele, az másik kérdés. Az másik kérdés, hogy Youtube-on, hogyha felkerül egy Antemes videó, annak igazából van nézettsége, főleg ha valami hírkering az Antemről, az, azoknak a videóknak van nézettsége, nem kevés. E, és nézzétek meg azt, hogy az Antem 3,6 millió példányt adott el világszerte. Az IE azt mondta, hogy nem teljesítette az elvárásokat, az IE 5 milliót várt el eladásokban, emiatt e, ettől függelően 3,6 millió, milliót adott el. Na most egy ilyen nagy cégnél vagyis akármilyen cégnél, amelyiknek van egy kis sütnivalója, az egy dolog, hogy ők tesznek egy elvárást, hogy mi az elvárás mennyire számítanak eladások van egy játéktól, és ez egy dolog, hogy mit kapnak. Na most az, amit kaptak, 3,6 millió eladott példány, az nem Kevés. Szóval, akármelyik fejes az Ijénél látja, hogy ez pénz. Lehet, hogy ennyire számítottak, de ennyit kaptak, és ez nagyon sok pénz. És ezt már tudtuk, hogy az Antem rohan sok pénzt csinált. A megjelenéskor a másik legjobban eladott játék volt konkrétan. És hogy egy kicsit jobban belemenjünk a számokba, hogy mennyit hozott már az IE-nek eladásokban konkrétan, 100 millió dollárról beszélünk amióta megjelent az Antem digitális eladásokban 100 millió dollárt ö, csináltak 3,5 milliárd csináltak mikrotranszakciókból szóval lehet, hogy sokan megvették az Antemet ö, de... Gondoltuk hogy mennyit költöttek már rá e, a játékosok, és hogyha innen nézzük meg a, az egész dolgoknak az állását, felteszem a kérdést, sikeres vagy sikertelen lett az Antem. A médiumok, a, ugye a youtuberek arról beszélnek, hogy ez a játék mekkora szar, hogy nincs benne tartalom, hogy ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, ez hiányzik, és hogy ez sok év múlva lesz egy játék. Na most, ez így igaz. Minden. Sokat beszéltem már elől én is a videóimban, hogy az Antem az nem az a játék, amit még érdemes megvenni. Viszont uh, üzleti szempontból nem sikertelen játék. És... Oké, okay, hogy eladtak ennyi példányt belőle, amennyit eladtak, és az kurva sok, hogyha a továbbiakban az Antem sikertelen lett volna, tehát nem hozott volna be ennyi uh, digitális, digitális eladott például nem hozott volna be ennyi pénzt mikrotranzakciókból, akkor hagyta volna el az IE játékot. Teljesen. De az Antem behozott mellé még ennyi pénzt, és tegyük fel, hogyha ezek, ebből a 3,6 millióból 200 ezer játékos vásárol, 200 ezer, 3,6 millió, csak 2000 200 játékos vásárolt a, a játékból, már valódi pénzér. Melyik az a hülye cég, még hogyha olyan nagy, mint az IE, aki 200 ezer vásárolót elenged? és nem ad nekik új tartalmat, és új vásárolni valót. Melyik az a hülyeség, aki 200 ezer fogyasztót elenged? Ha csak ennyit mondok a 3,6 milliából. Szóval, uh, mm, igen, lehet az Antem játék maga sikertelen, de üzleti szempontból nem hinném, hogy sikertelen. Hogy uh, meglátjuk, meglátjuk mennyire befolyásolja az most, hogy elment uh, uh, ugye a lead producer, meglátjuk, hogy, hogy tényleg sikertelenség lett -e üzleti szempontból is az Antem, ha meglátjuk azt, hogy a, hogy a youtuberek mennyire szívják még a vérét ö, ennek a játéknak, hogy még, még inkább sikertelen ö, legyen, vagyis annak tűnjön, mert most bejött a kataklizm, és szólva, az Antem megjelenése óta egyszer futattam bele olyan problémába, hogy két percnél tovább kellett várjak arra, hogy játékos találjon nekem a játék, Üm, illetve volt úgy, hogy beengedett be, be engedett egyedül a pályára, aztán egy idő után csatlakoztak. De amióta például kijött a kataklizm, fél percnél többet nem várok arra, hogy játékost találjon a játék. Szóval nem tudjuk, hogy mennyien játszanak, de nem merném azt mondani rá tényleg, hogy üzleti szempontból sikertelen lett az Antem. Ennyi, ennyi lett volna ez a videó, ez a kis vélemény kifejtés, és hogy esetleg mivel járhat, hogy a BioWare, a. az Antem lead producere elhagyta a játékot. Meglátjuk, nekem van egy olyan érzésem, hogy nem lesz akkor nagy hatása ez a játékra, és hogyha egy, egy olyan vezetőt fognak kiválasztani és helyettesíteni, akinek van egy erős elképzelése a játékról, akkor, akkor ebből még jó is kisülhet. Final Fantasy uh, online, uh, konkrétan Final Fantasy rá a legjobb példa. Az is hihetetlenül sikertelen, lett. bezárták, lezárták az egészet a francba, újra kiadták a játékot, és most jobb, mint valaha, szóval hm? ki tudja, lehet az Antem is így jár. Nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj el lájkot, iratkozz fel, nyom rá a csengő jelecskére, hogy értesítést kapja a videókról. Következő videóig, sziasztok!